Sziasztok, Vitya vagyok, és üdvözlök titeket ismét a Dark Souls 3-ban. Remélem, szerintem tudjátok, hogy melyik rész jön. Igen, ez egy nagyon hosszú epizód lesz, annyi szent. És hogy azt is látjátok, hogy Sárkány formája, na mi ez a szamoszág? Nem idézünk meg senkit, ezt egyedül kell megcsinálnunk, mert ez egy olyan kihívás, amit mindenkinek elsőre egyedül kell, meg kell csinálnia. Még szerintem ezt nem csinálja meg senki addig, vagy hát valaki. Lehet, hogy értem az első egyedül, addig nem is igazi Dark Souls 3 játékos. Mondom ezt én, hogy még nem vertem meg, szóval igazából még én is vagyok az. De hú, nagyon fosok gyerekek, tiszta libabőr vagyok, meg görcsölök, meg minden. Ja, Istenem. Nagyon nehéz lesz. Nagyon sok halál lesz. Ez egy nagy halálmontás lesz az egész epizód. De ne laggoljál már, légy szíves. Úristen, srácok. Remélem felkészültetek arra, hogy milyen mészárlás lesz, hogy hányszor fogok meghalni. De kb. Az összesszer. Halált ugyancsak nem fog kivágni, de nem tudom, hogy hát lehet, hogy 4 órába se fogunk beleférni, nem baj, ez most egy hosszú videó lesz. Akit érdekli, az úgyis megnézi. Akit nem, az meg amúgy se nézné meg, szóval ja. Itt most már 17. részt. Valamiért átváltott offline módba, nem tudom miért, de... Hát akkor let's go. Úristen, srácok. Én egyszerűen nem tudom. Én nem tudom, hogy ez most nekem ez annyira lesz jó. De minden esetre baszízzuk a kardot. Meg magunkat is persze. És akkor menjünk szépen át a... Na, hol az a csirke? Hozd a csirkédet, te köcs... Jézus, atya, úristen. Ezt úgy fog megerőszakolni, hogy nem szégyen. Mivel kell vetődnöm? Ja, igen. Ubazd meg. Már most vetődik el fele. Nem talált! Úr, egy egész szépet sebzünk rá egyébként. Azt hogy talált el, kérdem én? Az meg nem talált. Nagyon jó, nagyon jó, nagyon jó, nagyon jó. Ha jön a tűz, jön a tűz. Légy színe, kelj fel addig, amíg megy. Ó, nagyon jó, nagyon jó. Nem kéne nagyon sok etust elhasználni. Az meg, ezt meg nem láttam. Azzal nem találtam el a sárkányt. A kurva élet, de ő viszont eltalált engem. A rohadt életbe, bazd meg, még csak nem is láttam semmit. Jó, nem baj, visszaváltunk armorra, visszaváltunk armorra. Jaj, a tüzet fog baszni. Ne! Jaj, a kurva életbe. Akkor ezt most nagy tisztelte be, és nyomok egy embert. Egy embert. Ami ennyi voltam? Bazd meg. Na akkor harmadik próbálkozás. Hol vagy te köcsök csirke? Ott vagy. Jó, gyere csak. Az volt, hogy még a csirkén nem bírtunk tovább jutni. Jó, az nem találta, az nagyon jó. Gyorsan bele is iszunk. Na, csinálj valamit a sárkány, csináljon már valamit. Úgy tudtam, geci. Úgy tudtam, bazd meg, és már most csak 9 etusom van. Hát nem igaz, nem igaz, srácok, nem igaz. Ó, sikerült besztegörölni. Jajaj. Jó, és... Na, lehet meg valaki, jó? Na. Megvan a csirke, és maradt 4 etusom, gyerekek. Hú, basz, hú. Hú. Na, ez így már valami. Jaj, most meg fogja baszizni a sárkányt, és jön a villámbaszás, meg a minden. Jaj, egyen meg a szívedet, de jó lesz, de jó lesz. Kedvenc elfoglaltságom lesz ez. Ne. Úgy tud, bazd meg, úgy tudtam. Az anyád úristen itt? Micsoda, bazd meg, vetődtem, geci így. Jaj, Istenem, Istenem. Na gyere csak, te fasz négyzet. Jaj, bazd meg. Igen, kemény vagy? Valószínűleg igen. Bazd meg, vetődni akartam, és vetlenül meg az ütést nyomtam. Ez valami ezért hóbortom, amúgy. Egyeket ütünk bele. Nem többet, srácok. Egyeket ütünk bele, nem tőle, nem merem. Bazd meg, vetődök, geci! El akarok vetődni mellette, és nem tudok, bazd, mi ez? Mi a faszom ez? Sárkányhoz kellett fél óra, hogy átjöjjek rajt most. Ez meg, bazd meg, két vágás, pedig vetődök. Meg a faszomat már, bazd meg! Nem hiszem, itt ha vetődsz, akkor se vetődsz, mert bekaphatod. Meg a faszomat. Hát a kurva anyádat, komolyan mondom. De bazd meg, én ezt nem hiszem el. Szóval legalább a kamera vagy valami segítene, de még a kamera mozgása se segít. Mert valahogy lófasz nem látok az egész képen. Úristen, sós vagyok, gyerekek, hú. Léci, ne! Bazd meg, úgy tudtam, hogy szarul iszok. Úgy tudtam, hogy szarul iszok, bazd meg! Kurva életbe! Hát nem igaz, pedig most meg lehetett volna. 27 percnél tartunk egyébként, srácok, csak mondom, hogy a felvétel szempontjából 27 istenverte percnél tartunk. Vigyál bele gyorsan, légy szíves. Miért ütök? Minek ütök?
De geci? Bazd meg, nincs időm ütni, geci! Nincs időm kibaszott ütni, vágjátok, mire ütnék, mert így ütöm már azt a geci gombot, nem tudok ütni. Jó, faszom, én most elmegyek plázázni, geci, én ezt nem bírom, bazd meg. Komolyan mindenki elment a faszomba ezzel a geci bosszal együtt. Mindenki a picsába, abba. She wasn't ready! She wasn't ready! Na, visszatértem, te ringyó, hol vagy? Itt vagy, hogy száradnál ketté. Na, pihentem egy jó nagyot, srácok. Az a pihenés alatt azt értem, hogy elmentem plázába. Baj lesz! Úgy tudtam, hogy ezt a libever. Jaj, ne szop... Úristen, bazd meg, komolyan. A következő felvételt a YouTube túl erőszakosnak találta, úgyhogy inkább itt egy videó kiskutyákról. Attack! De bazd meg, még ha nem csalna a játék, azt mondom, mozgni. Ha! Úristen! Azt a faszomat állna bele az egész! Ott van! Úgy gyerekek. Sikerült nincsni! Ne haragudj! Azt neked! Mindjárt lett! Úristen! Ha, srácok! El sem mondom! Egy óra 5 percet szívtam vele. Egy óra kibaszott 5 percet. Azt a mocskos élet, hát mi lesz ez a videó? Úristen, hát hogy fogom én a szagát? Jézus atya, úristen, srácok. De nem tudjátok. Jó, valószínűleg, de aki ezt nézi, az valószínűleg játszott ezzel a játékkal. Azt a kurva élet, gyerekek. Hát megnyomorodtam ez alatt a harc alatt, komolyan. De én összeroppantam, végig ennyi volt, fakereszt. Tettek rá a fakeresztre, és én ennyi, úristen, bazd meg, úr. És ezt nekem most mind meg kell vágnom, tehát teremtő szent atya, úristen. Hát meggyújtam ezt a bonfire-t, aztán takarodjunk vissza. Úristen, mi volt ez a csata? Ez mi volt? Kérdem én, mi volt? Ennél nehezebb már nem... Ez gyorsan le is kopogom, ennél nehezebb már nem lesz. Úr is, hát takarodjunk vissza a Firelink Shrine-ba. Hát srácok, én megroppantam ez alatt a harc alatt. De nyugtat, hogy ez volt a legnehezebb, elméletileg. Úristen, tényleg, én lelkileg összetörtem ez alatt a videó alatt, most ez alatt a harc alatt. Azért remélem tetszett, ha igen, mindenképpen hagyj egy lájkot és egy kommentet a videó alatt. Már beszélni se tudok, komolyan. Szóval köszönöm, hogy megnézted, iratkozz fel, ha esetleg még nem tetted volna, és a következőben találkozunk. Sziasztok!